Győzelemmel zárta a bajnokságot a Sínyű, a 38. fordulóban 1-0-ra nyert Balassagyarmaton a Szabolcsi együttes. Az aranyérmet a Tiszakécske szerezte meg 94 pontot gyűjtve, a Sínyűi 57 pont a 8. helyhez volt elegendő. A bajnokság felénél egy helyen jobban állt az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely tavasszal 5 ponttal szerzett kevesebbet, mint az őszi szezonban. A Sínyű 65 gólt szerzett és 58-at kapott a 38 mérkőzésen. Azt kijelenthetem, hogy az ősz az sokkal jobban sikerült, ott ugye elég jó helyen fordultunk. A tavasz azt ilyen keretek közé foglaltuk egy kicsit, az elején ugye volt egy jó pár meccs, ami nem úgy sikerült, ráadásul ott két ilyen nagyobb arányú vereség is becsúszott, utána úgy egy kicsit stabilizálódtunk, és hál' Istennek elértük már ott a céljainkat, hogy nem nagyon kellett hátrafele nézegetni, viszont az utolsó 3-4, igaz, hogy az utolsó mérkőzésen ugye győztünk, de előtte volt egy ilyen 3 meccses periódus, amikor vereséget szenvedtünk, viszont ott annyi pozitívum volt, hogy akkor játszott a legjobban a csapat, akkor dolgoztuk ki a legtöbb helyzetet, viszont mindháromszor sajnos vesztesen hagytuk el a pályát. Sínyűn az volt a cél, hogy a mezőny első felében végezzenek, és ezt el is érte a csapat, még úgy is, hogy Fiumei Viktor szerint egyre nehezebb dolguk van a meccseken. Évről évre erősebb ez az NB3, ugye már most az a 3. szezonunk volt, szerintem eddig ez volt a legerősebb bajnokság, ugye eleve 20 csapat is volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a 8. hely, ez egy ilyen stabil, jó kis középmezőny. Az elmúlt években minimális mozgás volt a sényűi keretben, ezúttal azonban jelentősebb lesz az átalakulás. Többen távozhatnak, és 5 új labdarúgó érkezésért már bejelentette a klub. Nálunk ugye nem volt jellemző ez a nagy játékos mozgás az átigazolási időszakban, és talán úgy éreztük most már, hogy ez lesz a 4. szezonunk, hogy egy picit vérfrissítésre lenne szükség, új impulzusokra az öltözőben. Eddig 5 játékossal állapodott meg a klub, Tóth Márk, Vámos Márk, Lakatos László, ők Tiszaújvárosból érkeznek, Toldi András Mándokról, és a Pál Zsombor 1 évre kölcsönbe kerül hozzánk a 3. kerülettől. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Kapacina Kevint ismét megműtik, így rá valószínűleg csak novemberben számíthat az edzőpáros. A Sínyű június 24-én kezdje el a felkészülést a következő szezonra.